Megint a szopászónában vagyunk. Egy Devon Sawa nevű kanadai színész játszotta ezt a Stant, akiről én egyébként így pitén néhány megtekintés után még azt gondoltam, hogy maga az Emmy nem játsza mindkét szerepet, mert nagyon hasonlít. Én éreztem, hogy valami különbség van mégis, és akkor nem tudtam, hogy ez a maszkos dicséri, de nem, ez egy másik színész valójában. És milyen rohadt nyomasztó, amikor ez után a tragédia után lekerül a kapuszni a kis összéről, és látja a muter, hogy a öcsének is ki van szűkítva a haja, rálépett ő is erre a kurva jó útra, mire a bátyja. Röviden, hogy miről szól a klip? Röviden arról szól. Mondjuk egy történetileg, hogy miről szól? Arról szól, itt egy levélváltásról van szó, ez egy... Hát eléggé talajvesztett srác, ez a Stanley, aki ezeket a leveleket elküldi az Eminemnek, és a levelek azok arról szólnak, hogy hát elég szar lelki és ideg állapotban van, és nagyon szeretne visszajelzést kapni a sztártól, akiért ő rajong, és nagyon szeretne kapni tőle autogramot, meg nagyon szeret, és aztán persze néha így elragadtatja már, és akkor ilyeneket ír, hogy szeretném, hogyha együtt lennénk. Meg együtt összetartozunk, és legyünk együtt örökre, meg ilyeneket ír, amiből azért érződik, hogy a srác egy kicsit pszichotikus. Igen, meg hát egyre durvábban kikéri magának azt, hogy semmilyen visszajelzést nem kap, még az elején ugye próbálkozik azzal, hogy biztos a címzéseket adja föl rosszul, aztán egyre jobban rájön, hogy a bálványa az, aki maga nem válaszol, és a végén akkor úgy dönt, hogy akkor véget vet ennek a történetnek, ezt a monotóniát így nem tűri tovább, és gyakorlatilag a Eminemet teszi felelőssé mindezekért, és a csaja, akit közben bevágott a csomagtartóba, pedig ő egyébként Varga István értelemben biztonságban volt, hiszen szült már, és most is terhes. Szóval hogy a csaja is fog megdögleni. És aztán véletlenül rossz helyére kormányoz az autót, és véget ér a történet. Tudjátok, mi az, amire ez műfajilag rettenetesen nagyon-nagyon hasonlít? Ez egy aranyballada. Csak kicsit más köntösben, de az egész textúrája, a nyelvezete, az egész felépítése, az egész történet kezelése, az egy klasszikus aranyballadai módszer, és szerintem rettenetesen működik. És nekem nagyon tetszik, hogy az Eminem az ilyen baromi erős művészi érzékkel néha kifejezetten klasszicista eszközökhöz nyúl, amikor ilyesmit csinál. Hát hallottatok már olyan hip-hopot, amiben valaki leveleket ír? Gondoljatok már bele, hogy ez milyen baromi nehéz, már mint így írás technikailag, ha kell verstanilag, milyen baromi nehéz levélformátumot produkálni egy verses műfajban. Ugye a rap az ennél több, mert nem írám csak szó végén rímeli, hanem a hip-hopban az alap, hogy azért illenék mondat közepén is rímelni egy pár helyen. Elképesztő. Egyszer a Lator Lászlóval beszélgettem, mindegy, ezt gyorsan mondom. Lator, kérdeztük ki a kedvenc költőm, és mondtam, hogy Eminem, és érdekes fej volt az öregnek, Istenem, nagyon-nagyon szeretem, tisztelem, de az olyan fejet még nem láttam. Pedig azt gondolom, hogy kifejezetten vers technikailag vannak benne baromi érdekes dolgok. És még egy dolgot akarok mondani, tehát egyrészt szerintem írás technikailag egy bravúr, másrészt nagyon-nagyon jó érzékelet felépítve ez az egész történet. Harmadrészt azért gondoljatok abba bele, hogy milyen baromi nehéz egy olyan klippet leforgatni, ami arról szól, hogy én baromi nagy celeb vagyok, annyian rajonganak értem, megőrültök. Hát jó, van egy pár pszichopata. Képzeljétek, nekem ilyen bajaim vannak. Nem tudom neked mi a bajod, de nekem olyan bajaim vannak, hogy pszichopaták rajonganak értem, érted? Szóval azért nehéz egy ilyen sztorit úgy megcsinálni, hogy ne azt gondold rögtön az Eminemről, hogy elmegyünk a fenébe a saját sztárkultuszával, nem? Tehát ez egy nehéz dolog, és szerintem sikerül neki úgy végigvinni ezt a történetet, hogy hitelesnek érzed, és bele tudod helyezni magad az ő helyzetébe is. És a másik helyzetébe, a rajongónak a helyzetébe is, és mindahogy az jó tragédiáknál lenni szokott, minden szereplőnek az élete az egy csúszda.
nem lehet róla lemenni. Illetve hát le lehetne menni, ugye ez lenne a levél. Ugye a levél meg nem érkezés, az ott elveszik útközben a postán, garantálja azt, hogy ezen a csúszdán végig fog menni a rajongó, és tudsz vele azonosulni. Robi, emlékszem, akkor beszélgettünk hídostrom után. Arról, hogy kik azok az emberek, hogy milyen emberek voltak itt ellentétben a híradásokkal. Hogy milyen emberek voltak azok gyakorlatilag, akik ott... Akik a barikádot építették, az Erzsébet-hídi csata 2006. október 23-án. És azt nagyon-nagyon kevesen, hát biztos lehet, hogy voltak ott közületek, de aki ott volt, az látta, hogy az volt a jellemzője, vagy az volt a közös többszöröse ezeknek a srácoknak, hogy ezeknek nincs vesztenivalójuk. Ezeket teljesen tökörrúgta a társadalom. Verte az apjuk, nulla darab karrierképük van, tényleg nulla, semmi. Mit csinálsz vele? Hát, én azt láttam, hogy én azt vártam, hogy akik ott azt a barikádot építik az Erzsébet hídi csatában, azok ilyen skinhead formák lesznek. És nagyon nem ezt láttam. Nagyon nem skinheadeket láttam. Nem elmondom, hogy kiket láttam. Kültelki szakmunkásokat láttam, olyanokat, akiknek az élete egy albérletben zajlik, semmi esélyük, tehát semmi jövőjük, egy, nem tudom, 35 négyzetméteren laknak, minden nap bemennek dolgozni, mint a hülye, és hétvégén meg elmennek valami klubba, beszpideznek, és arra buliznak, nem tudom én, 12 órát, ami alatt gyakorlatilag az összes feszültséget leadják magukból, és hétfőn kezdik újra a robotot. És semmi esélyük nincsen. Tehát egyszerűen a társadalom levette róluk a kezét, és nincsen lehetőségük, hogy minimális mértékben megváltozzon az életük, és ők azok, akiknek ez a társadalom adni nem tud semmit, ez a politikai rendszer gyakorlatilag semmivel nem tudja őket kecsegtetni, és semmi vesztenivalójuk nincs, és kimennek, és barikádot építenek. Az én számomra nagyon szociális volt az Erzsébet hídi csata, és egyáltalán nem annyira ideológiai, vagy nem annyira ideológikus, mint amennyire az később a Jobbiknak a fellépése, meg az egésznek az átpolitizálódása nyomán vált. Bizony. És mi történik ezekkel a srácokkal, akik egyébként tömegével élnek közöttünk? Hát miért kerül az Erzsébet hídhoz barikádot építeni, és mit tett? Azért, mert tudja, hogy nem lehet, tehát őnála már nem működik el fenyegetés retorika. Őt már fenyegethetett börtönnel, már fenyegethetett megveléssel, meg gumibottal, mert már régen túl van. Ezek a hétköznapjai, tehát hogy őtőle nem tudsz mit elvenni. És nem tudja, és mit kell zsarolni. Nem fog ez rá hatni. Igen. Hát itt van ez a srác, keményen pszichotikus, súlyos problémái vannak. És fölépít egy álmot, hogy ott van Eminem, aki régen ugyanilyen volt, mint ő, mert ezt tudjuk, hogy az Eminem régen pontosan ugyanolyan volt, mint ez a hülye gyerek, és akár a Dr. Dre onnan vakarta ki, gyakorlatilag, aki egyébként a klippet jegyzi, mint társ rendező, egyébként ez fontos, hogy a részben a Dr. Dre rendezte magát a klippet, és arra gondol, hogy ha neki sikerült, akkor nekem is sikerülhet. Ez az amerikai álom. Ez maga az amerikai álom. Nem kevesen döglöttek bele abba, hogy elhitték az amerikai álmot. A legjobb Amerika kritikus sztorik, például az Ügynök halála, hogy más nem mondjak. Vagy a Glengarry Glen Ross, amiről már volt szó. De mi millió ilyet tudunk, az amerikai szépség, millió ilyet tudunk. A legjobb Amerika kritikus sztorik, mint például ez is, arról szólnak, hogy valaki elhiszi az amerikai álmot, amit nem lenne szabad. A legnagyobb hiba. Elhiszi azt, hogy Bill Gates lehet, aki liftes fiúból egy cégbirodalomnak az urává vált. De hány liftes fiúból lesz Bill Gates? És itt van ez a Stanley, aki elhiszi magáról, hogy a Slim Shady, azaz ő lelki társa, azaz ő legjobb barátja, azaz ő ihletett társa, és minden terv az egy lapra tesz fel. És ez a legnagyobb hiba. A legnagyobb hiba, hogy nincsen B-terve. Hogy vagy válaszol a Slim Shady, vagy nem, de ha a Slim Shady nem válaszol, bazd meg, akkor kinyírom magam is és a nőmet is a picsába. És ugye belegondoltok ebbe, hogy belerakja a terhes csaját a csomagtartóba, és azzal belehajt a folyóba, mert ennyire kilátástalan az élete, és ennyire nincsen semmi, és az egyetlen egy,
életesélye az az lett volna, hogy neki válaszol a sztár, mert az egész, mert a tömegkultúrának a hazugsága az azzal kecsegtette őt, hogy a sztár az megváltoztathat mindent, hogy a sztárfényében a csillogásból, a sztárfényéből neki is jut, és abból ő föltöltődhet és megváltoztathatja az életét. Illetve, hogy a sztár az neki szól. Tehát a tévén keresztül a sztár vele beszél. Csak vele beszél. És kialakítható az a csatorna, ahol ez a privát viszony, ez folytatható. Most ezek után ezt a klippet a mocskos cenzorok Amerikában, a Viacomnak a cenzorai, akik többek között az MTV-t működtetik, úgy megvágták, hogy a számot úgy vágták szét, magát a rappet, tehát a szöveges részt, a verzét úgy vágták szét, hogy ne derüljön ki, hogy a Stannek a csaja az a csomagtartóban van. Úgyhogy aki az MTV-n látta ezt a klipet, az nem tudta meg, hogy a Dido, akit egyébként a Dido játszik, mert hogy azt is nyilván azért páran tudjátok, hogy a Dido-nak a Thank You című számából származik ennek a számnak a refrénje. És ami még érdekesebb, hogy a Thank You című Dido számnak ez, amit itt hallottok a Dido előadásában, az a verzéje. Tehát a Dido Thank You című számának a verzéjéből lett az Eminemnek a Stan című számának a refrénje. Ami egy nagyon-nagyon szokatlan, és én számomra, legalábbis az én tudomásom szerint teljesen egyedülálló vállalkozás, hogy egy verzéből refrént gyártasz egy másik számhoz, és a Dido játszott a terhes menyasszonyt. És ő bekerül a csomagtartóba, de ezt a Viacom gyomra nem vette be, és kicenzúrázta a számból. Hogy a faszba fordul elő ilyesmi? Ugye, néztem a Profi című filmet a TV2-n, és kivágták belőle az autós üldözést. Komolyan beszélek! Hogy ilyenek, hogy a picsába fordulhatnak elő? Hol basztuk el? Tehát, a civilizáció hol baszott el úgy, hogy a TV2-nél valami rossz ízlésű fasz producer kivágja egy mestermunkából baszd meg azt a részt, ami szerinte nem kell? Mert az reklámot akar, vagy a fasz tudja. Arról az autós üldözésről beszélünk, amit a mai napig az egyik legizgalmasabb autós üldözésnek tartunk. Igen, az autós üldözésről beszélünk, aminek az elején a Fárs meg a Rozen elkezdi üldözni a Bomont. A Bomon kap egy lövést a vállába, amitől begurul. A Fárs meg a Rozen megérzi azt, hogy ennél többet ebből a helyzetből nem tud kimenni, és elkezdenek ők menekülni, és úgy folytatódik, hogy már a Bomon üldözi a Fárs meg a Rozen. Hát hol látunk ilyet? Hol látunk még egy ilyet? Egy szó mint száz, megcenzúrázták, mert kicenzúrázták ezt, és még számos olyan klipet fogok még ma este, ahonnan kicenzúrázzák a lényeget, vagy a legsúlyosabb, vagy a legintenzívebb pillanatokat. És nem egyet, és nem kettőt fogtok látni. Szóval undorítóak ezek ott az MTV-nél, de egyébként azt mondtuk már, hogy azért fontos a jótájékozottság meg a objektivitás érdekében, hogy minket mi már akartunk menni az MTV-be, és mi nem kellettünk. Hát azért érezzétek el, hogy azért az MTV ellenes kirohanásokon lett azért meglett a háttértől. Kellően kisnyílű személyes indulatok állnak a háttérben. Érdekeljétek, hogy mindenféle ilyen ideológiai meg ízlésbeli okokkal kell magyarázni a kirohanásunkat világos. Tehát legyen világos, hogy mi nekünk nagyon kis stílű, nagyon személyes sérelmeink vannak a Viacommal kapcsolatban, amiket most azért apró cseppenként azért mégiscsak sikerül leadni, és most már frusztrálódjatok emiatt ti. Most valami csodálatosat fogtok látni. Valami csodálatosat, valami egyedülállót. Én nem is mondok semmit erről. Ez egy olyan videó, talán csak annyit előjáróban, hogy egy olyan videóklipet fogtok látni, ami a Szentföldről szól. Az ígéret földjéről, amit az Úr megígért az ő népének. Hát, hogy melyiknek, az nem tudom.